milyenek az izomautók? Kigyúr, tudod, ilyen nagyon... Vespa. Az hülyeség. Az egy kis motor. Motor, jó tudtam, na de... Tegnap megkérdeztem a tükrömet, van-e nálam szebb a világon? Még mindig sorolja a neveket. De egy ilyen autó sokat hozzá tud tenni az összképhez. Challenger SRT. Amerikai nehéz fiú. Az a típus, aki lekezelő, durva, nem ismer előjátékot és mindenhonnan gyorsan lelép, mégis nyitott kapuk várják, amerre csak jár. Ez a kocsi nem csak úgy egyszerűen gyorsul, hanem támad. Méghozzá ismert világunk összes haragjával. A lapos mérges tekintet mögött 6100 köbcentis V8-as domborít, vagyis hatalmas motorja van, és ezt nem titkolja. A gépháztető erősen belekiabál a látómezőbe, jelezvén folyton a halandó embernek, hogy közel 500 ló van előtte. Szigorúnak tűnik, pedig a lelkeméjén kedves. Csak mint a nehéz fiúk, nem mutatja ki az érzelmeket, kivéve a mérges. És általában mérges. SRT, vagyis Street and Racing Technology, nagyon leegyszerűsítve utcai autóba épített versenytechnológia. A Challengert az amerikai Dodge gyártja, melynek első izomkolosszusa 1970-ben jelent meg, a legújabb típus pedig 2008-ban. És ugyan a technológia vadonatúj, de a küllemében mindenhol ott van a múlt. Ami az anyagiakat illeti, ahhoz képest, amit tud, egy új Challenger ára nincs az egekben. Olyan 15 millió körül van. Ez a modell 8 éves és nagyjából 9 milliót érhet. Egyébként meg tök mindegy, hogy mennyibe kerül, hiszen ki is lehet bérelni a Hungaroringen, ahogy én is tettem. Challenger, mint általában a mostani amerikai izomautók, képes nagyon hétköznapi módon is létezni, sőt, ha nem erőszakoskodunk vele, kellemes, kényelmes, kirándulós, de ha letapossuk, könnyen elveszítjük az irányítást. Négy és fél másodperc körül 100. Nagy gázra mérgesen felhördül, megrázza hatalmas hátsóját, aztán megindul és meneküljön mindenki, aki az útjában áll. Fogyasztása okot adhat némi aggodalomra, olyan 15 liter, de erről hajlamos az ember fia megfeledkezni. A Challenger arról szól, amiről egy amerikai izomautónak szólnia kell. Ütős külső, hatalmas motor, hátsó kerékhajtás, ugyanakkor benne van a modern kor követelményeihez való igazodás. Érdekes kettősség, vagyis... Bocsáss meg ellenségeidnek, de jegyezd meg a nevüket. Ennyi volt már a Sportverda, köszönjük, hogy velünk voltak és kibírtak bennünket. Új adással egy hónap múlva jövünk ismét, addig is figyeljék az ismétléseket a Sport 1, a Sport 2 és a Sport M csatornákon. Minden jót! Minden jót! Minden jót és köszönjük a figyelmet!
A műsor támogatója a Lumár autóüvegfóliák és a Grafiprep autóbevonó fóliák forgalmazója. A műsor támogatója Isuzu D-Max. Partnerünk a Fortuna BT, a motorfelújítás szakértője. A Sportverda támogatója a BL Ura Szalon országos bolthálózat. A Sportverda támogatója Dr. Balsai Tamás és csapata a Perfect Smile, mert minden egy szép mosolyjal kezdődik. A műsor támogatója a Motoparts, motorikus alkatrészek.